és start elindult az 1600 méteres ötödosztályú Péceli Handicap, a startot követően I Got a Feeling és American Dreaming 2 sem megy elvezetni, mögöttük Pink és Tessala tartja magát nagyon-nagyon jól, majd New Gif és Gólem a sorrend, a középmezőnyben Két Is Kiss és Wonder Rock szinte fejfej mellett galopozik, de úgy összességében is elmondható, hogy teljesen együtt a szinte a teljes mezőny, negyedik, ötödik spurban is zárkoznak néhányan, öt oszon belül az első és az utolsó, egyre a falon talán még American Dreaming vezet, bár mire kimondom, elmegy mellette Tessala. Tessala, American Dreaming az első két pozíció, I Got a Feeling folyamatosan visszacsúszott, már abszolút a mezőny végén tűnnek csak fel az ő színei, mert közben Mohavével sikerült jelentősen javítani a pozíción, Gólem is az élmezőnyben, Wonder Rockkal és Pinkkel egyetemben, a vezető kettős pedig ellép egy picit két-három oszra a többiekhez képest. Bent a falon American Dreaming, mellette pedig Tessala, bent a falon mögött Gólem a harmadik, Mohave, Wonder Rock, Pink és Riviardor mögöttük a sorrend, a sor második felében, vagy a mezőny második felében Linácska, Két Is Kiss, illetve New Gift és most már I Got a Feeling abszolút sereghajtó. A kanyar közepén járva, nagyjából 600 méterre a célra, mert mindig American Dreaming jár az éren, nagyjából fél osszal követi őt, 11-es Tessala, American Dreaming Tessala, és az Oroszországban két versenyfutó Gólem, a sorrend mögöttük Pink és Mohave következik néhány hosszas hátrányban. A befutóra fordulva mindig vezet American Dreaming, és növelni tudja az előnyét. Nem tud most már jönni Tessala, háttérből indul még egyszer talán Mohave, illetve Riviardor, American Dreaming azonban mindig elő van, de erős lesz az utolsó 300 méter számára, mert többek között Pinket a kívül érkező, Két Is Kiss is komoly ellenfél lehet. 150-nel a cél előtt, még mindig vezet American Dreaming, támadja Pink, és elindul Riviardor középen óriási lendülettel. Lehet, hogy Riviardor az utolsó métereken mindenki mellett el fog söpörni. Riviardor megnyeri a futamot Mihó Korhideával. Riviardor az első, Pink lesz mögötte talán a második, és American Dreaming megérkezik végül a harmadik helyre. Hát nagy csata volt, végül is a jobb esélyű lovak végeztek elől. Riviardor Mihó Korhideával viszont átszaladt az élen küzdő Pinken, kezdő lovas, egy olyan három éves, akire azt mondtuk, hogy az utolsó előtti formáját megfutja, akkor megnyerheti ezt a versenyt, mert az 54-es feles szám az nagyon-nagyon jó volt ebben a mezőnyben. Előtte nem volt neki hasonló száma, utána gyengébb volt. Hát most Mihó Korhideával azért szépen jön, hogy szerintem nem is kellett egyébként neki az a forma, és valóban ajánlottuk itt American Dreaminget, mint egy olyan, aki abszolút jelentheti a meglepetést, ha annak számít egyáltalán az ő sikere, vagy annak számít, lett volna számítható az ő sikere. 200-an azt hittem, hogy elmennek mellette többen, de nagyon-nagyon szívósan. Figyelem, befutási sorrend 2-es, a második helyre célfotó a 3-as és az 5-ös között. Ugye Pink a célban meglepheti. Mohave, Két Is Kiss, volt egy jó momentuma mind a kettőnek, vannak ott a negyedik, ötödik helyen. Itt váltakozva, hol egyik, hol másik elő. Hát a célban vagyunk, igen, talán Pink, Két Is Kiss a negyedik, mondanám. Mohave az ötödik. Aztán New Gift a mezőny végéről, Linácska, Gólem. Azért Gólem legalábbis elmondhatja meg arra, hogy mutatkozott. Eddig a kincseparki versenyben sem nagyon tudta ezt megtenni, azért ez egy biztató forma. Tessala fut gyengében a vártnál, vagy legalábbis a vége volt már nagyon gyenge, az elején még tartotta velük a lépést. A Riviardor pályafutása első sikerét aratja, hatodik versenye volt ez, egy igazán jó forma, és hát az első handicap az azonnal egy győzelmet jelent. Jön a célfotó eredménye. Figyelem, a hatodik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 2-es, 3-as, 5-ös. Ismétlem, 2-es, 3-as, 5-ös. 2, 3, 5. Pink a célban elkapja American Dreaminget. Itt pedig a középmező.